2011 évben az év körzeti megbízottja címet és aranygyűrű emléktárgyat adományozok Simon Zsolt rendőrfőtörzászlósnak. A Vasmegyei Rendőrfőkapitányság, Sárvári Rendőrkapitányság, Közrendvédelmi Osztály, Közrendvédelmi Alosztály, körzeti megbízottjának. Július 1-én szereltem fel rendőrnek. 3 évig voltam járőr a Sárvári Rendőrkapitányságon, közben voltam nyomozókutya vezető pár évig, és 1997 óta vagyok körzeti megbízott gárdhőrségben. Mit kell ahhoz teljesíteni, hogy valaki megkapja ezt a kitüntető címet? Hát igazából a körzeti megbízotti munka a legösszetettebb a rendőrségi feladatok közül. Itt el kell végezni nyomozói feladatokat, közrendvédelmi feladatokat, közlekedési ellenőrzést, igazgatási rendészetéket. Hát a legnagyobb sikereket talán a bűnügyi felderítő munkában értem el, véleményem szerint a mai is elismerést ennek a teljesítménynek köszönhetem. Milyen bűncselekmények történnek egy kárgy jellegű községen? Hát általában a vagyon elleni bűncselekmények voltak, több szórokozó hely működött, hát itt garázdaságtól, súlyos testi sértésig, de hát igazából a bűncselekmények közül szinte majdnem mindennel találkozik az ember. Egy KMP-snek el kell fogadtatnia magát a község lakóival? Igen, ez feladatunk is elsősorban. A polgármesterrel, jegyzővel napi kapcsolatot kell kialakítani, az állampolgárokat szinte személyesen kell ismerni a működési területünkön. Szolgálati mobiltelefonnal rendelkezünk, amely mindenki számára köztudott, nap bármely szakaszában tudnak bennünk hívni, és így rendelkezésre tudunk állni. Tehát egy kádi lakos nem feltétlenül a 107-et tárcsázza, hanem lehet, hogy a mobiljában beütött. Hát nagy valószínűséggel mindenkinek a telefonjában megvan a szolgálati telefonszámom. Ezen kívül szórólapokat is vittünk minden lakásba, a falu tévében is szerepel a szám, úgyhogy hát elsősorban engem hívnak, ilyen közvetlenül is van a területet, és személyes kapcsolatban állok velük. Ilyen is előfordul, hogy mondjuk bejelentek valamilyen bűncselekményt, és akkor már azonnal lejátsz a agyban, hogy kik lehetnek a feltételezett elkövetők, a helyiek? Hát egy egész régi módszer általában az ember először helyi elkövetőkre gondol, és nagyon sokszor belesünk abba a hibába, hogy helyben keressük az elkövetőket, és később derül ki, hogy akár több száz kilométerről is érkeztek ezek az emberek. De egy kis faluban is jellemző az már, hogy átutazó? Hát igen, hát most már egész országra jellemző, hogy 2-300 kilométeres távolság az végül is hamar tudnak érkezni a bűnözők is, az átutazó bűnözés, mivel a község mellett húzódik a 84-es számú főútvonal is. És gyorsan tovább is. Gyorsan tovább tud menni. Való egyik felén be tud jönni, másokon meg már távozik is. Mennyire jellemző az, hogy a helyiek figyelik az idegeneket, aki mondjuk ott többször szépen lassan elhúz, nézeget? Igazából a bűnügyi felderítési eredményességemet ennek is köszönhetem. Jó működő polgárőrség van a faluban, de aki polgárőrségben nem lépett be, azok közül is nagyon sok olyan segítő állampolgár van, aki azonnal telefonál, ha gyanús személygépkocsit, gyanús személyeket lát községben is, így azonnal tudunk reagálni. És így mondom, senki nem harapja le a fejüket még akkor sem, ha éppen csak a falu tetszett valakinek? Hát persze, ez egy megnyugvás. Egyedülálló idős személyek vannak, külföldi ingatlanok vannak. Általában alakítottuk ki, hogy az idősekre is vannak olyan személyek, akik ráfigyelnek ezekre az ingatlanokra, és ha bármilyen gyanús esemény észlelnek, akkor történik a csikkenek lenni. A KMB és egyenruhában vagy civilben látja a szolgáltatást? Természetesen egyenruhában. Igazából az lenne a kérés az állampolgárok, hogy bármilyen gyanús esemény észlelnek, erősteljék, hogy felvegyék a telefont, és
akár engem, akár ingyenesen hívható rendőrségi számot értesítsék, és így nagyon sok bűncselekményt meg tudnánk előzni, és nem kellene utólag ezeket felderíteni, így több energia jutna például a közterületi szolgálatok ellátására. Biztos, hogy jó az együttműködés, az olyan bejárt önfelé hallani, hogy az bűnügy, meg közlemvédelem, az mondanékom ellentétek van, hogy szerintem valami az igazi nem működik. Sok sikert kívánok, hogy még egyszer családjának is gratulálok.